Na, üdvözöllek benneteket, én Révész János vagyok. Egy pár szót azért hozzászólnék ez a... Amikor az elmét nem tartjuk kordában, gyakorlatilag a rosszul működő elmét, értjük, nevezzük nácisztikusnak és pszichopatának. Tehát a rendellenesen működő elméről beszélünk ilyenkor, de nem az elme a lényeg, hanem a lélek. Az ugyanis a testnek a központja. Egy pár gondolatot elmondok. Tehát a nácisztikus pszichopata örül, amikor erőszakos bűncselekményt követnek el ellene és a családja ellen. Miért? Hát nincs semmi reflexió, semmi védelmi mechanizmus, semmi. Tehát egy személyiségzavarodott emberről van szó, sajnos ez egy, hogy mondjam, ez elég nagy baj. Tehát, amikor bűncselekményt követnek el ellene és családja ellen, zaklatás, szerelmi háromszög, önvédelmi mechanizmus, önreflexiója nincs, számára így természetes, tetteiért felelősséget nem vállal magára és családtagjaira. Veszélyes és káros. Aki megjelenik az ajtódban, a ilyen hülyéket fog odarángatni. Beszélgettünk a nagymesterekkel, ezeket ott agyon keverni a helyszínen, aki így bejön, fölemeli a könyökét, hogy nem hozzád jöttem, hanem a feleségedhez, az a kurvám. Na most ott a kisgyereked, érted? Most ilyenkor, amikor az ilyet összevered úgy, bazd meg, hogy elviszi a mentő, látleletet vetett, mehetsz a rendőrségre, a pszichopata meg ott rög a hátad mögött. Értitek? Értitek? A két hülye megy a rendőrségre, a pszichopata rög a hátad mögött. Na most a mi esetünkben, amikor volt ez a mostoha téma mesél, először az autószerelő szervizbe küldtem ezt a hülyét, háromszor azért mindig azt hazudta, hogy vissza kell vinni a kocsit, mert nem jó. Mondom, a szerviz nagyfőnökhöz küldtelek? Jó. Erre a szerviz nagyfőnök azt mondja, Jani, ide jött a szerelőm, azt mondja, látod azt a picsát? Minden héten urba szájba adok neki, mint egy állatnak a saját autójába, próbaúton. Jó? Hozta papit, hogy terhes. Utána elmentünk egy szilveszterre, összeszűrte egy mostával a levet, egy erőszakkal rátelepedett, hogy megmutassa, hogy ő kicsoda. Annak van a mostóapja, az azért vált, mert apám baszta az anyját. Na ez családi karma, értjük? Az meg ráúszította ezt a hülyét a feleségemre, hogy mutassa meg, hogy ő ki. Tehát a rossz társulásban az a helyzet, azért mutatnak ezek áldozati viselkedést az ilyen szerencsétlenek, hősködni akarnak. Na. Tehát, aki megjelenik az ajtódban, az önös érdekből teszi. Itt hozzáteszem, hogy a törvény nem működik, ugyanis az ilyen hülyéket agyonvered. Tehát, aki a saját családját védelmezi, azt itt megbüntetik. Ne felejtsétek el, hogy halálos ellenségeink vannak, akik mind magyar ellenesek. Jó? Itt nagy hatalmi harcról van szó, le vagyok képülve, félrevezetjük az ellenséget, az ászló jel, hogy ott vagyunk. Épp nagy takarítás van, az oroszok már a spájzban vannak. Tehát, önös érdekből teszi, kihasznál. Önzés, irigység, információ és energia ellopása, szex, étel, ital formájában jogtalan előhozítás, erőszakos zaklatás, életminőség lerontása, család tönkretétel árán is. Ilyen kártevők szerepelnek a pszichopata nácisztikus írlapján, mint HRM tagok, hitványak. Különkül venni a rühes dögnek lakást, ahol kurvat anyát nyit, és ott a jótevői, akiktől természetesen soha semmit nem kapott, azok az úri emberek. Na ezt nevezik személyiségzavarnak. Azt mondja, zaklató és tettes társa, erőszakos, szerelmi háromszögnél ezek tettes társak. Az egy bűncselekmény. Na, rossz társulás, zaklatás, áldozat kiválasztása, hiszékeny, sérülékeny egyént, akinek már az agya sérült, értitek? Rátelepedéssel, manipulálással, erőszakos bűncselekmény. Ártalmatlanná tevés, kettesbe lenni, hogy kiszolgáltatottá váljon, átvenni fölötte az irányítást, kiszakadtani a családjából, kényszerítő kontroll. Aki mások életében kotorászik, avatkozik önmaga elől, menekül, sérült, másoktól elvárja a megoldást, a segítséget, nem önálló, gyenge, kiszolgáltatott. Most a pszichopata, amilyen hülye barmot, ilyen gerinctelen, családszétedző szart odahozott, az is másra van ráutalva, örök életében így is volt, meg így is lesz. Nem önállóak. Tehát kiszolgáltató, stabilitás, identitás magja nincs, üres ember, önálló, másokra van ráutalva. Én amikor akarom gyerekek, ott ilyen 96 kilóval ott a lakásomban úgy szétcsapom a fejét, bazd meg, ördöglik meg. Ez ma is így van.
szarra, megkérdeztem a mestereket, azt a szarralkukhoz nem érdemes leajasodni, mert nekem kell mennem a börtönbe azért, mert más szemétember. Értitek? A szemétembereket el kell ereszteni. Semmi közöm. És a szerelmi háromszögnél, amikor a párunk odahozza a trágyát, ahhoz nekünk semmi közünk. Értitek? Az az ő szemete meg a szara. A nyakába kell dobálni, és akkor az az ő jutalma. Jutalom. Na, tehát életminőség lerontás, magánlagsértés, magánélet megsértése, kiskorú veszélyeztetése, zaklatás bűncselekmény, a szexuális megtévesztők elkövetőit a kontroll, a dominancia utáni vágy vezéri, nem a szex. Meg akarják mutatni, hogy kell nekik a szép feleség, a szép lakás, a szép autó, az olyan, akinek a kopasz valaga van, meg egy olyan rühes kurva anyja, aki harmadik felesége a palinak, az is egy elvált kurva. Na. Ez a viselkedés mint a rosszabb és rosszabb, saját hitvány és gerinctelen hazug személyiségét erősíti, szeretni erősíteni mások kárára. Önértékelési, kisebbségi érzés, élősködő, parazita, személyiségzavaros áldozata, könnyű préda. Menthetetlen, jellemtelen, kiszolgáltatott, bizonytalan, áruló és hazug. Értitek a hazugság? Meg a gázlángozás. Tehát lenézett mostról a karmája, hányatott életű rossz családból való mostról a szülők gyerekéből mentális beteg, két szobás lakásban laktak, és odarángatta a szerencsétlen a pszichopatát. Tehát ezek két hülye, értitek, ezek teljes tönkretették az egész. Úgy képzeljétek el, együtt szilvesztereztünk, láttam, hogy erőszakos. A pszichopatának meg tetszik. A két hülye egymásnak, mondom, többit, a tiedé. A gyerekek utána itt ebédel, itt vacsorázik, itt alszik reggelig, a szülők küldik a csomagokat, zabáltatja, értitek? A szellemi háromszögről van szó. A Pali, én egy hülye, elvált picsát odavittem a lakásomba, az odahozta a Palit, ott ebédeltette, vacsoráztatta, altatta, együtt vigyáztak a gyerekre, itt a szülők vigyáztak az unokájukra, nem számít, értitek? Addig Pécsen ott maradt velem a nő, mert ez egy Dunapart. Hogy ő vigyáz majd ott a gyerek, hogy én rám, gyerekek ezek együtt zabáltak, szüretkor együtt szüreteltek, együtt mentek a buszon. A teraszon bújtatás, éjjeli kopogás, azon vendégek jönnek, bejön ez a mocskos rühes dög a hülye nőhöz, a pszichopatához. Együtt csinálják a tortát, férj és feleségük. Tehát magyarul behozod a pszichopatát a lakásba, ki akar téged tenni? Ha hagyod, nem hagytam. Vettem neki, mi egy nagyméretű ármasban laktunk, vettem egy másfelest a görénynek. És megmondta neki, hogy takarodj az életemből. Én voltam még csak a második. Már negyedikkel van. Na, a lényeg. Tehát az ilyen szülők gyerekében mentális beteg, erőszakos bűnözővé válik, rossz szemmel néznek rá. Ez okoz fájdalmat, erőszakosan bosszút áll, másokat zaklat. Gyilkosoknál áldozatuk szemét kiszurkálják, igen, mert rossz szemmel néznek rájuk, kiválják el, tehát ilyenek az erőszakosok, akik a szerelmi háromszögelők, aki a más családjába kotorálszik, az mind ilyen göré. Nekem ilyen barátom soha nem volt, meg nem is lesz. Majd, na, mindegy, megnézem, hogy megy a kamera, mert már mindig leszokott váltani. Megy. Na. Torszemüveggel látja a világot, igazságot csak az ember láthatja, aki a valóságban csak a valós ember élhet. Értitek? Tehát az igazságot csak az igaz ember láthatja. Valóságban csak a valós ember élhet. Ez azt jelenti, hogy harmóniának kell lenni az életben. Mert akkor van egyensúly. Sebezhetőség, elkerülési, felsőbbrendőségi látszatot keltő személyiség zavar. Ez a zavar lényege. Önállító személy, másokat félrevezető, megtévesztő. Gondoljátok, egy 9 éves gyerek van bezárva egy felnőttesbe. Másokat félrevezető, megtévesztő, soha nem mutatja a valódi arcát, rettek, hogy kihasználják a gyengeségét, ahogy ő teszi másokkal, őszintességről, nyitottságról. Soha nem lehet szó. Én nekem volt ebben tapasztalatom, tehát nincs ott semmiféle közös kommunikáció, mert nincs oda-vissza passz a labdába, értitek? Tehát oda passz van, de vissza nem jön soha semmi. Na, a lényeg, rendellenesen működő elme eredményezi ezt az elme elnevezést. Nácisztikus pszichopata, tehát rendellenesen működő elmének ez az elnevezése. Környezetére általmas, rosszul rendellenesen működő pszichológiai rendellenesség. Tehát az elme. Kordában tartása nagyon fontos lenne amúgy is. Most képzeljétek el, hogy hibás, káros program fut az elmébe, hogy az milyen egy
problémát okoz a párkapcsolatokban. Elme, személyiség, viselkedés, önbecsülés, értékítélet, önvédelem, önreflexió, önismereti zavarok összessége. Hibás, torzult elme az ember legnagyobb ellensége. Érdemlegesen, egyetértve megegyezni, összefogni, kötődni, kapcsolódni, sérült, antiszociális, sziopata, narcisztikussal lehetetlen, törvényes házastársnak alkalmatlan, zaklató és tettes társa szerelmi háromszögelésére van predesztinálva. Tehát nem szeretett nyelven beszél, erőszak nyelven gázlángolsz, hiányállapot, nincs belátás maga körül, hiányterem pusztít, mérlegelési képessége nincs, sérült szeretetnek, bizalomnak ellenáll. Intimitás válasz a csendelverés, eléri ne legyünk önmagunk, feleljünk meg őneki, átvenni a hamis irányítást, ha hagynánk. Hiányállapotos kapcsolódás vele, kimerítő, lemerítő, végzetes, hibás választás. Közös, gyerekre is ez a hatása, hiányállapotos megszünteti saját magát. Saját csapdájába rohan áldozati viselkedés mutat, nem lehet megmenteni. Tehát az áldozati viselkedés is az, hogy mindig téged fog nekiugrasztani a falnak, megnézel, megy a kamera. Mindig, tehát a sziopata, narcisztikus azt játsza, hogy téged ugraszt a falnak, értitek? Azt várja, hogy a háttérből manipuláljon, hogy kicsesszen veled. És ha hagyod magad, akkor mindig alul maradsz, érted? Hogyha hagyod magad. Ha nem, addig gyalázkodik, addig aláz le, amíg egyszer csak aki másnak vermetás, maga esik bele. Na, én megmondom őszintén, én kifizettem annak idején a sziopatát. A háromszobás lakásba lecsúszott egy másfelesbe, és előre kifizettem a gyerektartást, és 30 éve nem mentem. A gyerekkel egyáltalán semmilyen kapcsolat, teljes nakontaktban vagyok, gyerekkel is, meg az anyjával is. Na, te legyél a rossz, és segíts rajta, helyette menj a vesztőhelyre, értitek? Érted? Amikor behozza a palit, akkor meg kell fogni a csajt, és beültetni a pali örébe, tessék a tiédét. Magadnak hoztad. Értitek? Így kell. Tehát mindig csináltok fordítva. Ne adjátok azt, hogy azt várja, hogy majd agyon veled a palit, és akkor te mész a rendőrségre. Ezt. Gyerekek, egy késsel 2 perc alatt megöllek. Azt garantálom. Azt nem is kell gondolni. Egy macsétával ott sicsú, 3-ig számolsz és halott vagy. Csak szólok. Tehát kár csinálni, azt akartam, hogy nagyon könnyű. Értitek? Tehát bajba keveri saját magát és környezetében élőket, szenvednek miattak bennük kelt bűntudatot, ellenük elkövetett gonosz tetteiről információt nem ad, haláltáncos figyelme 90%-át a külső három tagjaira fordítja, hogy energiázusson, mentális, pszichés szorongásos zavara van, de ugyanilyen hülyéket vonz be, és az ilyen szarralakok vannak az étlapján. Tehát a személyiségzavar, rendellenes viselkedészavar önmagáról állít ki többszörös bizonyítékot, narcisztikus személyiségzavar, törékeny öntudat, bizonytalan érzékenység gyenge pontjaikra. Külső erősítése a belső gyengesége, kóros elmeállapot. Csaló, hazudozó, manipulatív, felismerhető, megpecsételődött életéről undorító. Mások vagyonára van ráutalva, nem önálló, beteg személyiség torzulásos. Értjük? Tehát ott tudod megállapítani, hogy van egy ilyened, hogyha a cégtáblát kiteszi a vagyonodra, és te csak dolgozol és kihasznál, akkor tudod mi vagy? Narcisztikus narkopata, sziopata, személyiségzavar, nem érdekelt önelemzésben, önfejlesztésben, nem bújik ki a fedezékéből, felsőbbrendűségi képük egy maszk. Mögötte rejtegetik problémájukat, soha nem tud őszinte lenni, hazudik, mentálisan zavart. Tehát akkor kódependens vagy. Egy segítő ember, hogyha ilyennek megalázkodsz. Egyébként mindenki rájön, csak sajnos az emberek későn, mert egy kaméleon, egy rejtőzködő szaralak. Igen, örül, amikor bűncselekményt követnek el ellene. Hát ez az áldozati viselkedésnek a lényege. Szóval ezt akartam egy gyorsan bekalapálni erre pár percbe, mert addig, amíg tart a film. Úgyhogy figyeljetek oda ezekre a dolgokra. Nem mindenki tudja ezt, hogy ilyen emberek egyáltalán léteznek. És nehéz is kiszűrni, mert ugye hát ilyen ösztön szinten élő emberek
Nem is figyelnek oda, hogy egyáltalán kivel van dolguk. Évtizedek eltelnek, mi részbe kap, hogy hoppá, hát itt végig irányítva van, meg kihasználva, meg hülyének nézve, meg minden, értitek? Tehát az anyagi világban lesüllyedsz, elhiszed, hogy minden a tiéd. Semmi nem a tiéd. És minél több dolgot tartasz a létezésben, annál jobban gyengülsz. Ezek lehetnek akármilyen anyagi dolgok. Az mind az energiát igényli. Tehát addig vannak a dolgok a létezésben, amíg te létezésbe tartod az energiáddal. Ezt így kell megérteni. Oké? Nagyon fontos. Úgyhogy figyelem a filmeket, hogy miről szól. Igen. Itt mélyebbre kell majd menni, tehát nem elég az, hogy párkapcsolat, nem elég az, hogy narcisztikus, nem elég az, hogy sziopata, nem elég az, hogy a helytelenül, rendellenesen működő elme, hanem a lélek szintjére kell lemenni. Hogyan vezéli a lélek a testet? Ez lesz a legfontosabb kérdés a jövőben, és lehet fotózni igenis a fejünket, úgy mondom, a koponyát, koponyacétét, és ott már megállapítható a fölvételen, hogy ki milyen szinten van a narcisztikus skálán, 7-es, 8-as, 10-es, stb. A sérült vagy nem sérült, mert itt az agykéreg is le van gyengülve. És igenis, a sziopata is örökölhető genetikailag így, hogy a szervek viszonylag sérültek, értitek? Tehát egy normális emberrel valamit megbeszél, legyen így, akkor van egy válasz, hogy igen. De ezeknél a szerencséteneknél semmilyen visszaválasz nem fog jönni soha. Oké? Tehát nem lehet velük összefogni. Mert személyiségzavarodottak, ez elég nagy baj. Most azon vagyunk a barátaimmal is, hogy dolgoztunk ezen, hogy legalább derüljön ki az, hogy mi a lélek. Szóltam egy-két ilyen náciszkósnak, nem tudnak fénybe gondolkodni. Minden fényből van minden isten, amit látsz. Az asztal, a beton, amit látsz, ez egy mozi, amit te anyagnak gondolsz. A materializmus egy vicc, nincs ilyen. Itt minden fényből van, ezt tessék tudomásul venni, oké? Gondolkodjatok fényben, és gondolkodjatok élőlényekben, az összes bolygó élőlény, és a napcsillag is élőlény, közepükben fénymagok vannak, azok az arkangyalok, a napban pedig a napisten. És közeljövőben el fogunk menni filmezni, megint Pomázra, már a Budapest televízióban, már ott van, benn voltunk a Nexus TV-ben, elmondtuk, a napból kiszáll egy aranyszínű gömb, és a másolata ott van az országházban. Hogy ez a kiinduló pont, egy ilyen van picikében az emberi testben, ami irányítja a testet, az a lélek, oké? Egy értelmes fény, olvassátok el a könyvet, és akkor abból tájékozódjatok. Elmondtam már többször, mi ezen dolgozunk. Oké? Hogy ez egyszer derüljön ki, hogy a teremtő, ő a legfelsőbb személy, és akkor a naplény, meg az arkangyalok, és itt a földi testekben élő lelkek. Tehát egy kicsit lejjebb, mélyebbre kell ásni a dolgokba, és a tudás, tudomány szintjére kell menni, és valamit valamihez hasonlítva lehet ezt az emberekkel megértetni, hogy térrétegek vannak, dimenziók, de most ebbe gondolkodni átlagember nem tud, csak ezt utána kell nézni, hogy hogyan működik a dolgok, és akkor rá lehet jönni, hogy amit itt látsz, gyakorlatilag a fényjátéka. Tehát a föltűzvíz levegőt, nehogy a csapi vizet képzelj el, vagy tüzet, vagy valamit, tábortüzet, nem. Hanem az ős principiumot. Tehát amikor a Dunába folyik a víz, akkor gyakorlatilag sűrű fény van benne. Az, hogy vízi alakul, az az ős principiumnak köszönhető, annak a fény csavarodásnak, ami létrehozza, hogy víznek nevezheted. Jó? És az éterben történik minden, ami rendkívül szövevényes térszerkezet. Jó, a teremtés elméletét azért nem állt egy kicsit átnézni. A Szent Koronatantól kezdve egy pár dolgot, és ezt nem megérteni kell, hanem hogy is mondjam, nem megtanulni kell, bocsánat, hanem megérteni, átlátni. Tehát nem megtanulni kell a dolgokat lexikálisan, hogy ja, tudom már, mint nem. Érteni kell, meg kell érteni, hogy miről van szó. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!